Első alkalommal szervezték meg az érmelléki halfőző versenyt a Kiskereki melletti Pósatónál. A versenyre jelentkező csapatoknak halászlét vagy halpaprikást kellett főzniük, amelyet nemzetközileg elismert szakmai zsűri bírált el. Kiskereki polgármesteri hivatala az érkeserői hagyományőrző lovasklubbal közösen szervezett első alkalommal, de hagyományőrző szándékkal érmelléki halfőző versenyt. A Kiskereki és az Asszonyvására közötti Pósatónál szervezett megmérettetésre az érmelléki önkormányzatok minimum 5 fős csapatai jelentkezhettek, amelyeknek a különböző tájjellegű halételek mellett kötelező módon halászlét vagy halpaprikást is főznie kellett. Halászlét főznek, szegedi típusú halászlét, ugye ez a munkásabb, ez ami inkább versenyre való, a passzírozással, a filébe írásával, a főzési idővel, mindent egybevéve ez egy igazi versenyszámba menő halászlé szerintem. Megtartjuk a hagyományokat, az 5 hozzávalóhoz ragaszkodunk, ugye a víz, a hal, a só, a hagyma és a paprika. Ebből lehet egy kiváló halászlét, ha mindegyik alapanyag kiváló minőségű. Hogy a rendezvény színvonalát emeljék, a szervezők nemzetközileg elismert zsűrit hívtak meg a versenyre, amelynek tagjai a nap folyamán többször is végigjárták a csapatokat, követték a főzés folyamatát, és tanácsokkal látták el a résztvevőket. Gyerekkorom óta a nagyszüleimmel a vásárlástól a főzésig bezárólag, hát mindent megtanítottak nekem a nagyszüleim, és én azt mondom, hogy egy igazi séf az a piactól kezdve, tehát a termőföldtől az asztalig, mert én ezt a mondatot vallom, mindenben részt vesz. Én nagyon szeretem a halakat, nagyon egészséges a halétel, és hát ez a csodálatos hely, ahol most vagyunk, hát ez erre termet. Itt egy halfőző fesztivált kell csinálni. Míg a csapatok az üst körül sürgölődtek, addig az egyéb résztvevők ismerkedhettek, beszélgethettek, vagy esetleg egy jó kártyapartit is játszhattak a barátokkal. A kora délutáni órákra megszülettek az eredmények is. Az érmelléki halfőzőverseny első díját ez alkalommal Érmihályfalva csapata vihette haza.